Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Kubit Podcast az Euronews stúdiójából. Ebben a sorozatban a magyar tudományos élet meghatározó alakjaival beszélgetünk, viszont a mai vendég neve után nagyon nehéz lesz titulust ragasztani, ugyanis volt már szinte minden. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, dolgozott oktatási miniszterként, vezetett akadémiai kutatóintézetet, és még hosszan lehetne sorolni. Pálinkás Józsefről van szó. Amikor július-augusztus környékén megterveztük, hogy csináljuk majd ezt a sorozatot, akkor arról beszéltünk, hogy olyan embereket szeretnénk ide meghívni, akik a magyar tudományos életnek meghatározó alakjai. Gondolom kitalálta, hogy az ön neve elsők között merült fel. Örülök neki. Viszont elég erősen megkavarta nekünk itt a képet azzal, hogy amikor úgy döntöttünk néhány hete talán, hogy akkor ön lesz a következő, és hívjuk is meg, akkor azt hiszem másnap vagy egy nappal később bejelentette a pártalapítási szándékát, illetve a miniszterelnöki ambícióit, hogyha lehet így fogalmazni. Hát azt hiszem, hogy ez az utolsó pillanat akkor a következő másfél évben, amikor egy kicsit még tudományról tudunk beszélgetni, illetve tudománypolitikáról, mert hogy más funkciói lesznek. Igen, ez kétségtelen, hogy most egy kicsit háttérbe szorul a policy-nak, a szakpolitikának az a része, ami a tudomány felsőoktatással kapcsolatos politika. De hát ez már örökre a szívemhez közel álló maradt, hiszen az életemnek egy így nagyon jelentős szakaszában, egészen pontosan 98 és 2018 között, tehát pontosan 20 évig ez nagyon közel volt hozzám, nem csak a kutatás, hanem a kutatással kapcsolatos úgynevezett szakpolitikai kérdések. Én így szakpolitikának fordítom le az angol policy kifejezést, mert ugye ott a politics és a policy között azért elég nagy különbség van. Mindjárt kitérünk ezekre is, illetve mi a tudománypolitikai vagy szakpolitikai álláspontja különböző területeken, de foglalkozik még a tudományos kérdésekkel? Nézi mondjuk a híreket a kísérleti fizika területéről? Persze, természetesen olvasom a legfontosabb híreket. Még egy kutatócsoportnak a munkájában is érintőlegesen részt veszek, de ez már a phasing out, mondaná angolul, vagy ilyen hunglis angolul az ember, tehát nekem már nagy terveim nincsenek természetesen a kutatásban, de igen, a figyelemmel kísérem a szűk szakmai területemen, és persze a fizikában, a fizika egészére vonatkozóan pedig hát különös érdeklődéssel tekintem ezeket a dolgokat, de hát manapság a vírus az annyira megbojdította ezt az egész világot, hogy az azzal kapcsolatos híreket is követtem. A Nature minden nap, vagy minden második nap megjelennek a legfontosabb hírek, és akkor azt elolvasom. Szilárd Leónak van az a szatirikus novellája, amiben megállapítja, hogy túl gyorsan fejlődik a tudomány, illetve a technológia, úgyhogy a legtapasztaltabb elméket minél inkább ki kell vonni ebből a folyamatból, és mindenféle bürokratikus, illetve tudománypolitikai témákkal, feladatkörökkel ellátni, hogy lassítsuk valamennyire a működést. Nem tudom, önnél hogy jelentkezett ez, hogy kezdett el inkább az ön szóhasználatával, szakpolitikával foglalkozni, és egy kicsit phasing out fázisba rakni a tudományos munkát? Tanultam valamit, nem tudtam, hogy Szilárdnak volt ilyen javaslat, sokféle javaslata volt. Nem komoly javaslat volt, ilyen Mark Gable alapítvány. Szilárdnak szerintem több százezer javaslata volt, köztük egészen hajmeresztőek is. Nos, gyakorlatilag 1991-ben indult el a folyamat, hiszen 1991-ben egy mondjuk úgy közepes méretű kutatóintézet Magyarországon, az Atomkép, vagy közepesnél kicsit nagyobb. Debreceni Atomkutatóintézetről van szó, igen, köszönöm. Annak az igazgatója lettem, és természetesen egy intézet igazgató már
intézete és igazgatója válogatja, de néhány százalékban azért már adminisztrációval, kutatás, szervezéssel, irányítással foglalkozik. Aztán ez visszatért valamennyire, mert 97 januárjától, akkortól kezdve főállásban a akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetem, ma Debrecen Egyetemnek hívják, ott a kísérleti fizikai tanszék vezetője lettem, akkor nagyon lekötött az oktatásra való, az órákra való felkészülés. Ugye én úgy lettem egyetemi tanár, hogy nem jártam végig a tanársegédtől a professzorig ranglétrát, tehát én úgy mentem be előadást tartani, hogy előtte nem vezettem a gyakorlatot, és hát az kemény idő, az nagyon kemény időszak volt úgy fölkészülni az órákra, hogy az ember abszolút biztonsággal, és úgy, hogy a hallgatók, hogyha kérdeznek valamit, akkor arra az ember tudjon válaszolni, vagy tudja azt mondani, merje azt mondani, ez is egy fontos dolog, hogy majd a következő órán megbeszéljük, megnézem. És hát 98-ban, amikor arra kértek, hogy vállaljam el a Oktatási Minisztériumban a parlamenti államtitkári posztot, akkortól kezdve kisebb erővel tudtam részt venni a kutatásban. Ez valaki egy interjúban megkérdezte, és mondtam, hogy az meglátszik a publikációs listámon is, hogy akkor van benne egy bemélyedés, és aztán 2002-től gyakorlatilag 2008-ig akkor ismét visszatértem a kutatásba, az oktatásba. Ez nagyon jó volt az életemben, ez a dinamizmus, tehát meg tapasztaltam és megéltem azt tulajdonképpen jól, és semmiféle nehézség és törés nélkül, hogy az ember egyik nap miniszter, másik nap pedig egyetemi tanár. Egyik nap kimegyek. Miniszter, egyik nap egyetemi tanár, aztán MT ajánlok, aztán... Igen, hát az életemnek az nagy pillanata volt, amikor az akadémia elnökévé választottak. A Magyar Tudományos Akadémiának 21 néhány elnöke volt, inkább három, mint több, mármint 23 talán, 23. elnök talán most Frany Tamás. Nem volt a 19. Én a 20. voltam talán, vagy 21. mert akkor Lovász 22. és Frany 23. Akkor a tanításban még teljes mértékben részt tudtam venni, a kutatásból akkor is egy kicsit kijebb jöttem. Ennek volt egy ilyen technikai oka is, hogy az én laboratóriumom, vagy az a laboratórium, amit én annak idején létrehoztam, az az Atommal Kutatóintézetben volt, és ott a kísérletekben nyilván nem tudtam részt venni, a kísérletek értelmezésében, a cikkek megírásában az sokkal egyszerűbb, ma már beleül a számítógép elé, és nem kell, hogy a másik szobában legyen a munkatársam, tudok vele társalogni, vagy tudunk dolgokat megbeszélni akkor is, hogyha pár száz kilométerre van. És 2014-ben akkor még dönthettem volna úgy, hogy visszamegyek a kutatásba, még akkor pár évem azt gondolom lett volna ahhoz, hogy valamilyen alkotómunkát is végezzek, aztán utána 70 fölött azért mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy lassan átadja a fiatalabbaknak, mint ahogy ez velem történt annak idején, 91-ben Berényi Dénes 63 éves volt, amikor átadta az intézet igazgatását, és én is 13-ban volt, akkor 61 éves voltam, amikor a tanszék vezetését átvette Trócsányi Zoltán barátom, aki most is vezeti ezt a tanszéket. És hát 2014-ben akkor ismét csak arra kértek, hogy hozzunk létre, vagy hozzam létre, tervezzem meg Magyarországon egy
nyugat-európai típusú, amerikai típusú úgynevezett Research Council létrehozását. Csak amíg az Egyesült Államokban ennek ilyen szép kompakt neve van, Magyarországon lett belőle egy ilyen igen, nehezen megjegyezhető. Igen, ez egy nehéz dolog volt, mert volt az OTKA, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramoknak nevezett intézmény, amely az akadémiához, az akadémiai költségvezetés fejezetében volt, és alapkutatásokat finanszírozott, és volt egy úgynevezett innovációs alap, amely főképpen innovációt finanszírozott, de mivel a két alap között óriási különbség volt, az egyik az, amikor, ha tekintjük most 2014-et, akkor durván 6 milliárd forint körüli volt az egyik alap, a másik pedig 80, azért ez egy elég jelentős különbség, és az innovációs alapból finanszíroztak alapkutatásokat is. Az én elképzelésem az volt, hogy egy alapot hozzunk létre, ezen belül különítsük el az alapkutatásokra vonatkozó részt, különítsük el az alkalmazott kutatásokra vonatkozó részt, és az innovációra vonatkozó részt, és hát ezek között természetesen évről évre a lehetőségeknek, igényeknek megfelelően próbáljuk meg egyensúlyban tartani az alapkutatások, az alkalmazott kutatások finanszírozását, és hát amennyire kell hozzájárulni az innováció elősegítéséhez, azért mondom ezt ilyen bonyolultan, mert az innovációt igazából a vállalatoknak kell finanszírozni. És mennyire nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni, mert azért rendben, hogy nézzük az egyik oldalon, hogy a költségvetés ez jelentősen emelkedett, vagy növekedett, a másik oldalon viszont nagyon sok kritika érte ezt az új rendszert, és függőségi helyzetet teremtett sok esetben. Én nem tudok arról, hogy nagy kritika érte volna a rendszert. 2014-ben azt kétségtelen kritizálták, hogy a OTKA 6 milliárdja az átkerült ebbe az egységes alapba. Ugyanakkor az elbírálás rendje az mit sem változott, és 2018-ban ez már 14 milliárd volt, tehát én azt gondolom, hogy egy olyan rendszert építettünk ki, amiben ezt az egyensúlyt meg tudjuk teremteni. A kritika az természetesen megfogalmazódott, mert én arra, bizonyos dolgokkal szemben, én arra törekedtem, hogy a legkiválóbb programokat finanszírozzuk. Tehát inkább kevesebbet, nagyobb pénzzel, de olyat, amiben nagyobb a megtérülésnek, a sikernek a lehetősége. Ezért hoztuk létre azt a szakértői hálózatot, és ezért csináltuk meg azt a eljárásrendet, amelyben először egyéni szakértők értékelnek egy benyújtott pályázatot, majd egy panel dönt ezekről a pályázatokról. Természetesen kevesebben nyertek el támogatást, mint ahányan nem. Ez, hát ennek a panelnek a döntése ilyen mennyire van kőbevésve, mert egészen a közelmúltban volt egy olyan eset, ami elég nagy port kavart, a Kubiton is foglalkoztunk ezzel. Én azt gondolom, hogy a panelnek a döntése az kőbevésett, kivéve, hogyha a panel nem a szabályoknak megfelelően hozta meg a döntést. Hogyha valaki bármilyen módon befolyásolni tudta a panel döntését, ne zárjuk ezt ki. Tehát azért kis ország vagyunk, tudják, hogy hogyan működik egy ilyen rendszer, megtalálják annak a módját, hogy kik a panel tagok, stb. Stb. Tehát ezek szerint most az volt a helyzet, hogy a panel nem a legtisztábban járt el? Nem, most én teljesen biztos vagyok, a panelnek, kollégiumnak neveztük ez a zsűrik, vannak szakmai zsűrik, például fizika, például kémia, és van egy úgynevezett kollégium, amely a három nagy területen, a bölcsész és társadalomtudományok területe, a úgynevezett élettudományok területe, amit tehát biológia, orvostudományt foglalja magába, agrár, és a természettudományok és műszaki tudományok, bár a biológia és természettudomány, de legyen így
így nevezték el, vagy jól, vagy nem, az most hagyjuk. Ez a úgynevezett kollégium hozott egy döntést. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy a kollégium az szakmai alapon és minden befolyásolás nélkül hozta meg a döntést. Ugye ennek a kollégiumnak a személy volt az elnöke, akit még én neveztem ki javaslatok alapján arra, hogy ő legyen a kollégium vezetője. Biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobban és a legátláthatóbban jártak el. Ha most erre az ügyre külön kitérünk, itt az a probléma, hogy ebbe a döntésbe bele nyúlt valaki, a minisztérium. Viszont erre lehetősége volt, hogy bele tudjon nyúlni egy jogszabály alapján. A jogszabály úgy szól, hogy a döntést úgy szólt, amikor én voltam az elnök, hogy az elnök hagyja jóvá. Ez egy, ha úgy tetszik, államigazgatási kérdés, valakinek alá kell írnia azt, hogy ezeket az összegeket kifizethetik. Ez, aki ezt aláírja, ez az elnök. Az elnöknek az a jogosítványa megvan, hogyha azt látja, hogy itt valami nem stimmel, akkor visszamegy a kollégiumhoz, és megkérdezi, hogy tényleg így gondoltatok, nem írtatok itt el valamit? Tehát ez a lehetőséget meg kell adni valakinek, aki a vagyonával nem is, de a nevével felel azért, hogy jogszerű. Ment vissza rá kérdezni ebben a pozícióban, akár informálisan, hogy... Nem, egyetlen olyan esetet sem tudok, senki nem tudhat, mert nem volt ilyen eset, amikor én a kialakult listát azt megkérdeztem volna. Ez részben szerencse kérdése, azért tegyük hozzá, mert nagyon sok pályázat volt, és előfordulhatna az, hogy valahol valamilyen lobbicsoport olyan módon tudja ezt befolyásolni. Ez itt nagyon részletesen bele mennek, és nagyon szakszerűen dolgokba, talán a hallgatók, nézőik elbírják azt a 3 percet, amit most elmondok, hogy ugye kiadtuk adott esetben 5 bírálónak egy darab pályázatot. Ha mind az 5 bíráló azt mondta, hogy ez remek, nagyszerű, akkor ez mehetett simán a kollégium, vagy a zsűri, előbb a zsűri, amely a szakterület, tehát például kémia. Ha mind az 5 azt mondta, hogy ez semmit nem ér, akkor egyszerű a dolog, ment akkor is a zsűri elé, de hát a zsűri akkor azt mondta, hogy mind az 5 szakértelme. Természetesen előfordulhatott az, hogy 3 azt mondta, hogy igen, 2 azt, hogy nem, 2 azt mondta, hogy igen, 3 mondta, hogy nem, vagy megfordítva. Olyan is előfordult, mert volt, hogy nem sikerült mindig mind az 5 bírálatot beszerezni. 4 bíráló volt, és akkor 2-2, olyankor kiadtuk egy 5-nek, és ezekben természetesen ilyen iteráció előfordult, de ez szigorúan a szakma keretein belül. Viszont mivel lehetőség van rá, bármikor egy ember vétózhatja meg mondjuk 5 embernek döntését, ha pedig ez a vadászfegyver ott van a falon, akkor az el is fog sülni, ugye egy ilyen. Igen, ezt meg lehet változtatni. Én azt pontosabban megfogalmazni azt, így szól most, vagy így szólt a szabály, hogy visszaküldi a kollégiumnak, meg lehet pontosabban fogalmazni azt, hogy valaki aláír egy dokumentumot, vagy nem, neki a kérdezés jogát azért meg kell adni. Azért ön egy rettentő szerencsés helyzetben van, mert egyrészt látta a tudományos életet belülről, hogy működik, illetve azokat a folyamatokat, amik alakítják ennek a tudományos életnek a működését és a létét egyáltalán. Legutóbbi adásunkban Kálmán László, aki ebből a szempontból nyilván csak az egyik oldalt ismeri nagyon-nagyon behatóan, azt mondta, tett egy olyan kijelentést, amit aztán a szerkesztő ki is emelt címnek, hogy nagyon hangzatos volt, hogy vesztébe rohan a magyar tudomány. Ön ezt így látja? Van benne igazság. Az, hogy a tudományos élet ilyen helyzetbe keveredett a kormány, ez azt
kell mondjam, hogy beleilleszkedik abba a világ tendenciába egy-egy országban, vagy van néhány ország, és ne nevezzük nevén az Egyesült Államok, ahol elképesztő az, hogy a elnök idiótának nevezi a tudósokat. Ezért itt finomabb, Magyarországon finomabb volt a helyzet, hogy mindenkinek ízlése, hogy kinek hallgat, vagy kire hallgat. Hát nem gondolom, hogy mindenkinek az ízlés, hogy kire hallgat, vannak tudományos eredmények, tények, és természetesen a finanszírozásban vannak a tudományos közösség véleménye alapján kialakult elképzelések. Senki nem állítja, hogy minden a tudományos közösség által meghozott döntés az tökéletes, ezt senki nem állította. Azt állítom, hogy ha a tudományos közösségtől az autonómia, az önigazgatás, a tudományos kérdésekről történő döntést jelentős mértékben kivesszük, akkor a, egyrészt a tudományos közösség azt fogja mondani, hogy hát ő nem biztos, hogy itt akar dolgozni, mert ő olyan helyen akar dolgozni, ahol a tudományt, a megszokott és a tudományos kutatásnak megfelelő módon irányítják. Másrészt az energiák egy jó része arra pazarlódik el, hogy adminisztratív kérdéseken vitázunk. Ráadásul olyan nagyságú összegek esetében bolygatjuk föl az egész magyar tudományos életet, ami a költségvetés szempontjából elhanyagolható. Tehát azért legyünk őszintén, 6-10 milliárd forint a magyar költségvetésben nem tétel, mint ahogy arra is van példa, hogy akadémia fönntart kutatóhálózatot, Osztrák Tudományos Akadémia, és arra is van, hogy nem tart fönn, francia vagy a angol, a brit tudományos akadémia. Ezt is meg lehetett volna, mondjuk azt, hogy a jelenlegi, vagy ahogy ez történt, annál sokkal jobban bevonva a kutatói közösséget, meg lehetett volna beszélni, és akkor a dolog működik. Ön nem volt abban a helyzetben, hogy próbáljon meg közvetíteni mondjuk a felek között? Nem voltam abban a helyzetben. 2018-ban lezajlott a választás. Én 2018 januárjában leírtam a miniszterelnöknek egy közel 4-5 oldalas levélben, most is megvan, a elkövetkezendő évekre vonatkozó terveket. Látom is néha megjelenni egy-egy elemét, de akkor szerintem az már eldőlt, hogy ezeket az átszervezéseket megcsinálják, és én nem tudtam arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia költségvetését átteszik ehhez a minisztériumhoz, úgy, hogy kap egy órát arra, hogy ezt... A folyamat az viszont valószínűleg nem 18-ban kezdődött, hanem azért voltak már erre utaló jelek, hogy kevesebb... Milyen jelekre van? Kevesebb súlya jelenik meg mondjuk az akadémia bizonyos döntéshozatali folyamatokban. Én nem láttam erre vonatkozóan erős jeleket. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként volt két ügy, amiben mondjuk az, hogy volt nézeteltérés a politikusok és köztem, mint az akadémia elnök és az akadémia egésze között, azt gondolom. Ez egyik az utcanevek kérdése volt, amelyet azt gondolom, hogy a törvény nem túl szerencsésen fogalmazott meg, hogy az akadémia, és ez természetesen tovább, a törvény úgy fogalmaz, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát, gondolom, ők se gondolták komolyan, hogy a matematikusok és fizikusok majd ebbe a kérdésbe véleményt nyilvánítanak, de a történelemtudomány képviselői sem tudnak főképp a elég hát lazán megfogalmazott törvény miatt ebben igazából állást foglalni, a másik pedig a egyházak jogállására vonatkozó dolog, amiben szintén a Magyar Tudományos Akadémiát
tették meg olyanok, aki döntést hoz, vagy véleményt nyilvánít. Én ezeket nem tartottam helyesnek, és szóba is tettem, hogy ezt nem így célszerű csinál a Magyar Tudományos Akadémiának, nem sok köze van ahhoz, hogy melyik egyház milyen módon sorolja be a politika. De egyébként ez azért elég váratlanul jött. Tehát, ha megkérdezi ebben az időben az akadémia elnökét, Lovász Lászlót, vagy bárkit az akadémián, tehát azt a agresszív viselkedést, amit a miniszter bemutatott, azt senki nem várta. Tehát az váratlan volt. Segítsen nekünk megvilágítani ezt az egész folyamatot, hogy mi a szerepe a kutatóhálózatoknak, az akadémiának milyen egyéb szerepei vannak. Ezt csak azért kérdezem, mert nemrég beszélgettem valakivel az akadémiáról elég magas pozícióból, és a vele való beszélgetésnél derült ki az, hogy a legtöbb ember úgy értelmezte ezt az egészet, hogy van az akadémia, az a kutatóhálózatokból áll, megszűnt és lényegében kiüresítették az akadémiát úgy, ahogy van. De ez nem így van. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia az egy köztestület, amelyet a törvény, sőt a alaptörvénynek nevezett alkotmány is nevesít. Történelmi okoknál fogva, azért, mert ott hozták létre ezeket a kutatóintézeteket. Tehát például az Atomma Kutatóintézetet, a Debreceni Atomma Kutatóintézetet 1954-ben Szalai Sándor akadémikus az akadémia ernyője alatt hozta létre. És számos intézetet az akadémia ernyője alatt hoztak létre. Ennek voltak politikai okai, vonatkozásai is. Akiről a 70-es években úgy tartotta, főleg társadalomtudományi területen teszem hozzá, a hatalom, hogy őt szeretné nem az egyetemen látni. Őket, nekik lehetőségük volt egy akadémiai kutatóintézetben dolgozni. Most ez kialakult, ennek kialakult az irányítási rendje. Ez az irányítási rend azért elég sokat változott. Már Glatz elnöksége idején elkezdődött ez a változás, Vizi is változtatott. 2009-ben kétségtelenül az akadémiai törvény módosítással az én elnökségem alatt lett a legnagyobb változás, ami az akadémia elnökét tette meg az akadémia, mint költségvetési fejezet gazdájává, és az akadémiai kutatóintézetek, kutatóhálózatnak felelőssége is az elnökhöz került át. És 2011-ben volt egy nagyon jelentős átalakítás, amikor az akadémiának akkor volt, ha jól emlékszem, 59 önálló költségvetési szerve, és ezt lényegesen csökkentettük. A kutatói, a önállóan gazdálkodó kutató központokat hoztunk létre a kis intézetekbe. Ezt úgy kell érteni, hogy volt mondjuk egy 20 fős, egy 25 fős, meg egy 30 fős intézet, és ebből létrehoztunk egy kutatóközpontot, társadalomtudományi kutatóközpont például így jött létre, de én ezt teljesen természetesnek tartom, hogy mondjuk a politológia, a szociológia, jogtudomány az egy kutatóközpontnak a kutatóintézetei, már csak azért is, mert vannak olyan kutatási programok, amelyekben ezeknek a területeknek együtt kell dolgozni. Tehát a kormány sokkal okosabban járt volna el, hogyha ezeknek a kutatóközpontoknak adott volna megrendelést arra, hogy milyen területen kéri a véleményüket ebben és ebben a kérdésben. És aztán majd eldönti, hogy ezt a véleményt milyen mértékben veszi figyelembe a politikai döntéseknél, mert vannak kérdések. Tehát formálisan megkérheti most is. Formálisan most már nehezen tudja megkérni, mert formálisan most már az egyes intézményeket kell megkérni. Most ezt átszervezték. Pontosabban úgy, ahogy van, megfogták, kivették az akadémia fejezetéből, és létrehoztak egy önálló fejezetet a költségvetésben, amely nagyjából, ha
szakszerűen működik, akkor nagyjából úgy irányítja ezeket a kutatóközpontokat, mint ahogy ez az akadémián történt. Ott sem a közgyűlés döntött a minden kérdésből, a alapítás és megszüntetés kérdése maradt a közgyűlésnél lényegében. De menedzsment döntések nem voltak a közgyűlésnél. Volt egy 15 fős akadémiai kutatóintézetek tanácsa, nagyjából úgy működött, mint a mostani tanács. Ebben is volt 3 képviselője a kormánynak, ugyanúgy, mint például a Max Planck intézet hálózatnál, még az arány is ugyanaz volt, tehát 20%-a, mint a Max Planck kutatóhálózatnál. Hát az, hogy a kormány nem delegált ebbe a testületbe olyan résztvevőket, akik például a pénzügyminiszter helyettesét, vagy a oktatási miniszter helyettesét, vagy a gazdasági miniszter helyettesét, vagy magát a minisztert, aki azt mondta volna, hogy ő azt javasolja, hogy Magyarországon indítsunk egy kutatási programot magyarországi vízgazdálkodással kapcsolatosan. Ezeket kétségtelen az akadémia együttműködve a minisztériumokkal, de valójában az akadémia indította el. Most ha ezt a kormány ebbe bele akar szólni, az a szerintem helyes eljárás, hogyha ezt egyeztetve teszi meg, nem pedig egy ilyen barátságtalan, agresszív lépéssel, ahogy ez 2018 júniusában megtörtént. Én akkor még a hivatal vezetője voltam, június végéig, június 30-ával mentettek föl engem ebből a tisztségemből. Összefügg a kettő? Igen, abban az értelemben biztos, hogy át akarták alakítani a hivatalt úgy, hogy ne a hivatal elnökenél legyenek még azok a jogosítványok sem, amelyek a végső ellenőrzést teszik. Ezt meg is változtatták a törvényben, hogy nem a hivatal elnöke hagyja jóvá a döntést, nem ő lehet, hogy aláírni, ő írja alá szerződéseket, de a döntést azt a miniszter hozza meg. Ez több szempontból aggályos alkotmányosan is, hiszen ott világosan leírja, hogy tudományos kutatások értékét megítélni azt a tudományos közösség tagjai tehetik meg, és a kormány nem ítélheti meg tudományos kutatásoknak a értékességét, vagy értéktelenségét. Viszont erre szokták azt mondani, hogy a kormány adja a pénzt. Hol húzódik meg ön szerint a határ a finanszírozás, illetve az autonómia között? Ott, hogy a kormánynak meg kell bíznia az autonóm intézményben, hogy azt jól fogja elkölteni. Adhat kevesebb pénzt, tehát természetesen az jogában áll. Ezzel is bele lehet szólni éppen. Ebben is bele lehet szólni, de ez a beleszólás, ez olyan beleszólás, amire azt mondja az ember, hogy a parlamentet azért választják meg az emberek, hogy az embereket képviselje, és az emberek nevében döntsön például a költségvetésről. A költségvetésről szóló döntés egy érték döntése a parlamentnek, és ha ez jól működik, akkor ez a parlament döntése, és nem kizárólag a kormány döntése. Hát nem akarok itt megfogalmazni nagyon éles kritikákat, de ma, ha a kormány benyújt valamit, akkor ezt a parlament jóvá hagyja. Azokban az országokban, ahol a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom, az, ahogy ezt klasszikusan megfogalmazzák, független egymástól, vagy nagyobb a függetlensége, ott azért a parlament beleszól olyan kérdésekbe, amelyek a törvényhozáshoz tartoznak. Lényeg az, hogy természetesen a parlamentnek és a kormánynak joga van előterjeszteni, a parlamentnek joga van dönteni a költségvetésről. Az egyes tudományos kutatási programokba nincs joga beleszólni, és főképp nincs joga azt mondani, hogy
szerinte ez a kutatási eredmény, ez helyes, ez a kutatási eredmény pedig nem helyes. Hát boncolgathatnánk a Montesquieu-i elveknek a megjelenését a hatalom szétválasztásnál, de inkább nézzük azt egy kicsit pozitívan megközelítésben. Térjünk vissza egy picit az akadémiai elnöki pozíciójára. Mi az, amire a legbüszkébb túl azon, hogy az intézményeket sikerült áramvonalasítani, ahogy lehet, hogy nem ezt a szót használtad el? Sokféle szót használhatunk rá. Az egyik ez. A másik az, hogy létrehoztunk akkor két olyan kutatóközpontot, amely az 50 évvel elavult infrastruktúráját egy modern körülmények közé helyezte a kutatásokat. Ugye a Kémiai Kutatóközpontnak nevezett intézmény fönn a Szépföldi úton, az azt kell mondjam, hogy eléggé tragikus infrastruktúrális állapotban volt, messze az egyetemektől. Ezt az intézményt a Műegyetem területén egy vadonatúj, modern, tényleg világszínvonalú épületben helyeztük el, ugyanígy a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kutatóközpontot. Természetesen itt is volt, aki azt mondta, hogy hát ő neki most messzebb kell utazni, hát ilyen előfordul. Hát ez a kritika is van, másrészt pedig ezek általában olyan ingatlanok, amik elég értékes helyeken vannak. Mármint melyik ingatlan? Akár a Kémiai Kutatóintézetnek az egykori területein, annak idején a Hermann-Otto úti kampuszon kutattam, ami szintén egy... A Kémiai Kutatóintézetnek a épületét és ezt a ingatlant, azt a Magyar Tudományos Akadémia eladta, és azért a Magyar Tudományos Akadémia pénzt kapott. A Magyar Tudományos Akadémia pluszban kapott pénzt a költségvetésből, hogy megépítse a természettudományi kutatóközpontot, tehát az akadémia ezekre az ingatlanokra kétszer kapott pénzt. Egyszer, amikor fölépítettük a természettudományi kutatóközpontot, a másodszor akkor, amikor eladta ezeket az ingatlanokat, tehát az akadémiát ebben az értelemben semmilyen kár nem érte. Természetesen én nagyon büszke vagyok arra, hogy elindítottuk a lendületprogramot, amelyben viszonylag sok fiatal kutató hazajött külföldről, vagy nem ment el, mert éppen ott volt a szerződési ajánlata más intézményben, és itthon tudott maradni, mert olyan nagyságú támogatást tudtunk adni ezeknek a fiataloknak a kutatásaihoz, amely összemérhető az európai támogatással, tehát 5 évre kaptak nagyjából 1 millió eurót. Valahogy azt hittem, ez lesz az a program, amit először fog majd említeni, mint nagy siker. Azt gondolom, hogy ez tényleg sikeres, mert ha megnézzük azt ma Magyarországon, hogy melyek a legsikeresebb kutatóbb csoportok, akkor ezek a kutatócsoportok teszik ki annak a nem tudom hány száz kutatócsoportnak a döntő részét, és a sikeres kutatócsoportokat tekintjük akkor főképp. És hát itt egy dolgot még meg kell említenem, amely akadémikus társaim nem nagyon szerettek, vagy volt, aki nem szeretett, mondjuk így az itt ez talán a pontosabb kifejezés, hogy itt bizony a 35 és a 45 év közötti fiatalokat hoztuk helyzetbe. Nekem ez erős meggyőződésem, tehát eddig még senki nem tudott meggyőzni ennek az ellentétéről. Nekem erős meggyőződésem, hogy a legkiválóbb embereket ebben a korban kell lehetőséghez juttatni, és aztán kiderül, tehát ha ezzel a lehetőséggel élve magasra jut, akkor örülünk neki. Ha nem tud ezzel a lehetőséggel élni, hát van olyan, hogy egy kutatási területen az elképzelések azok nem jönnek be, de ezeknek a kutatócsoportoknak nagy része. Terveztünk a 10. évfordulón egy elemzést és egy konferenciát, ez a COVID miatt nem következett be.
pontosabban 2009-ben kellett volna ezt megcsinálni, 2009-ben azért nem következett, mert éppen állt a vita a minisztérium és az akadémia között. 2020 elején terveztük, akkor pedig már a Covid miatt nem valósult ez meg. Érdemes megnézni, hogy milyen az eredményességük ezeknek a kutatócsoportoknak. Ha csak a saját szűk szakterületemet tekintem, azok közül, a fiatal emberek közül, akik ott elnyertek támogatást, három azóta már az akadémia tagja. Vonzóvá vált a kutatói pálya mondjuk az egyetemisták körében, vagy erre végeztek felméréseket? Honnan jön egyáltalán az utánpótlás? Mert egy ideig még vissza lehet csábítani külföldről a kutatókat, idő után viszont elfogynak. Nem vált vonzóbbá, és itt megint csak vissza kell térnem arra, hogy ez az áldatlan vita a akadémia, a kormány, és most az most a kormány és az egyetemek között, ez nem kedvez a kutatásoknak. Nem is értem, hogy miért kell most a Színművészeti Egyetemmel azt csinálni, amit a Színművészeti Egyetemmel csinálnak, és az sem, hogy a egyetemeket miért kell ennyire beszorítani, és nem biztosítani számukra azt az autonómiát, amely az egyetemi létnek, az egyetemi milliónek, az egyetemi étosznak alapvető része 800 év óta, amióta Bolognában, Párizsban és Oxfordban és Cambridgeben létrehozták az első egyetemeket. Ez azóta élő dolog, hogy az egyetemeknek van egy belső kormányzása, önkormányzása, mert azt, hogy a tudományos életben mi jelentik az igazán fontos eredményeket, merre halad a tudomány, ezt a tudomány képviselői látják, néha ők is tévednek ebben, hát gondolj el, hogy mennyit téved az, akinek fogalma sincs arról, hogy most a tudományos kutatásokban ez a terület, vagy az a terület, vagy az a terület van előtérben, ott oda érdemes forrásokat koncentrálni. Na de SFE az nem az első ilyen eset volt, és erre azért már láttunk a Közép-Európai Egyetem példáját, hogyha megnézzük, az nagyon hasonló szempontrendszer szerint haladt. A Közép-Európai Egyetemnek a mondjuk azt, hogy Magyarországról való eltolásával, elüldözésével ki, hogy mondja, sem értek egyet. Értelmetlen, és a magyar tudomány szempontjából káros dolog az, hogy a Közép-Európai Egyetem kiváló kutatói nem Magyarországon dolgoznak. A friss hír, néhány hete hallottam, hogy Csibra Gergelynek a Baby Lab laboratóriuma is elköltözik Magyarországról. Ezt nem értem. Tehát miért csinálunk hasonlót, mint ami a 30-as években, vagy 20-as, 30-as években volt, hogy a legkiválóbb kutatóinkat, akik tényleg a világ élvonalába tartoznak, azoknak el kelljen menni, ezt fölfogni nem tudom. Szokott azon gondolkodni, hogy ha visszapörgethetné az időt, mit csinált volna másképp, hogy esetleg meg tudott volna akadályozni folyamatokat, vagy harcosabban fel tudott volna lépni, bár lehet, hogy a harcos nem a legjobb szó ebben az esetben. Vagy éppen ez a legjobb szó. 2010 és 14 között, amikor az én akadémiai elnöki ciklusom egybeesett a 2010 óta kormányzó kormányciklusával, akkor én sokszor beszéltem a miniszterelnökkel, és próbáltam bizonyos kérdésekben meggyőzni, hogy ezek nem jó irányok. Kevés olyan dolog volt, amiben sikerült meggyőznem. Például a két épület megépítésében, illetve a második épület megépítésében, az elsőt azt még korábban jóvá hagyták. Abban sikerült meggyőznem, az oktatás, a közoktatás átszervezésében nem sikerült meggyőznöm. És mivel tudja, hogy mi az álláspontom, a CEU esetében már meg sem kérdeztek. Tehát az a
fura helyzet állt elő, hogy, és ezt elmondtam már néhányszor, tehát nem hiszem, hogy titkot fecsegnék ki, hogy én az egész napot együtt töltöttem jó közelítéssel a miniszterelnökkel azt a napot, amelynek az éjszakáján benyújtották ezt a törvényt, és egy szóval nem kérdezte meg tőlem, hogy mit gondolok erről. Nyilván tudják, hogy nekem ebben nagyon erős az álláspontom, és nem tudok engedni ebből az álláspontomból. Ez meggyőződésem, hogy a tudományos intézményeket, azt a tudományos intézményeket, a tudományos intézményi irányítás szabályai szerint kell irányítani, ugyanúgy, ahogy egy atomerőműnél se az oda vezényelt katonának kell megmondani, hogy most kijebb húzzuk a moderátorudakat, vagy bejebb toljuk a moderátorudakat. Ugyanúgy egy egyetem irányításában, vezetésében sem a kancellárnak kell megmondani azt, hogy mi történjen, hanem az, hogy kancellárnak hívják, gazdasági főigazgatónak hívják, vagy bármi másnak, irányító testület elnökének hívják, ezek mind rendben vannak. Vannak más országokban is olyan testületek, amelyek az egyetemek gazdasági kérdéseiben döntenek, de ezek a testületek nem szólnak bele abba, hogy kit nevezzenek ki egyetemi tanárra, nem szólnak bele abba, hogy a konkrét kutatási területek mik legyenek. Ezt az amerikai rendszerben Board of Trustees-nak nevezik, akik az egyetem gazdálkodását felügyelik, és a gazdálkodásáról döntenek, sőt, hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetem tudjon forrásokat bevonni, tehát ezek olyan emberek ülnek ezekben a bordokban, akik egyrészt értenek a gazdálkodáshoz, másrészt megvan az a kapcsolatrendszerük, amellyel adott esetben segíteni tudják az egyetemet abban, hogy a gazdaságból forrásokat vonjon be. Például gazdag emberek létesítenek egy új épületet, vagy egy új intézetet az egyetemben, és akkor föl van írva a neve az épületre. Ő maga a kutatáshoz, az egyetemi oktatáshoz személyesen nem járult hozzá, ő az olajbizniszhez járult hozzá, de hát az ő neve lesz ott fönn évszázadokig az épületen, és helyes, hogy így van, mert ő a saját vagyonából adott arra. Ez texasi példa volt? Ez texasi példa. Mert is kutatott. Ilyen valóban, és valóban ott voltak épületek, amelyeken ott volt azoknak a üzletembereknek a neve, akik fölépítették adott esetben egy fél évszázad alatt a saját üzletüket, és jelentős pénzt adtak az egyetemeknek, de ezt megteszik most is a gazdag amerikaiak. Nagyon szépen fogalmazott az előbb, nagyon finoman, amikor azt mondta, hogy a hivatali idejét, amikor töltötte, egybeesett a kormányzat bizonyos időszakaival. Négy évével, inkább az elvre szerettem volna itt utalni. Ön azért a szakmaisága mellett, vagy szakpolitikai munkái mellett elég aktívan benne van a politikai életben is, nagyon régóta, több-kevesebb aktivitással, és most nem a jelenlegi párt alapítására gondolok. Hol húzza meg, vagy meghúzza-e, meg tudja-e húzni a határokat, hogy idáig van szakma, szigorúan ezt tudom csak képviselni, innentől kezdve viszont figyelembe kell venni azt, hogy vannak más tényezők is, gazdasági, politikai, egyéb tényezők, amiket figyelembe kell vennem, és azt az álláspontot kell közvetítenem. Nehéz kérdéseket tesz fel itt a végére. Az világos, hogy a laboratóriumban a szakma, ott semmi más, tehát hogyha mérés eredménye azt mutatja, hogy valami úgy van, akkor semmi, tehát nincs olyan, nem tudok elképzelni olyan dolgot, ami miatt azt mondanánk egy szakmai kérdésben, hogy megmértük, és az jött, hogy 3 plusz minusz 0,2, hogy akkor valaki oda jött, és azt mondaná, hogy te kicsit konzervatív ez az elektron. Nem lehetne ez 4 plusz minusz 0,3, akkor azt mondja, hogy nem. Tehát itt nincs alku. Amikor arról a kérdésről van szó, hogy milyen intézményt hozzunk létre. Arról a kérdésről van szó, hogy melyik intézmény kapjon többletfinanszírozást, melyik területet fejlesszük inkább.
ott a szakma, a szakpolitika és bizonyos értelemben még a politika is belekeveredik. Jó, ha a politika mennél kevesebbet, de a szakpolitika bele játszik ebbe a dologba, és még egyet hagyd tegyek hozzá, hogy bonyolítsam a dolgot, még a gazdaság is belejátszik, mert ha egy országban egy gazdasági területnek szüksége van bizonyos alkalmazott kutatási programokra, hogy abból származó eredmények hozzásegítsék őket a jobb piaci pozícióhoz, akkor annak az országnak azt gondolom, hogy az szinte kötelessége, hogy ezeket a területeket segítse. Most anélkül, hogy mondhatok konkrét példát, és Magyarországon azért a gyógyszeriparban vannak jelentős eredmények. A Richter kitűnő eredményeket produkált, piaci eredményeket is, és kutatási eredményeket is. Én mindig annak a pártján voltam, hogy a Richter és az akadémiai kutatóintézetek együttműködését és közös kutatási projektjeiket, azokat nagyvonalúan támogatni kell, addig, ameddig ezt a verseny szabályok egyáltalán megengedik, mert minden magyar embernek érdeke az, hogy a Richter az egy erős szereplő legyen a piacon, és olyan gyógyszereket tudjon kifejleszteni, amelyekkel a piaci pozíciói erősödnek. Más területet is lehetne talán mondani, bár nehezen látok olyan nagy területet, mint a gyógyszeripar, de van Magyarországon néhány olyan kis, inkább közepes vállalat, amelynek jók a piaci pozíciói Európában. Ezeknél a vállalatoknál is a kutatási együttműködést és a közös kutatási programokat, azokat finanszírozni kell, és itt igen bejön egy külső szempont, tehát ha most a emberi testbe beépíthető protézisek kutatásával kapcsolatosan, annélkül, hogy megnevezném a céget, itt most a Richtert megneveztem, de hát gondolom ez a nagy hibát nem követtem el, nem nevezem meg ezt a céget, de annak a cégnek, amelynek a termékeit nagy részt exportban értékesítik, ott a magyar kutatóműhelyek, egyetemi és akadémiai kutatóműhelyek, mert sose feledkezünk meg arról, hogy a kutatásoknak egy jelentős része Magyarországon az egyetemi kutatóműhelyekben folyik. Tehát azoknak a fejlesztése az éppen olyan fontos vagy fontosabb, mint a kutatóintézetek fejlesztése. És ezek ilyenkor bejön egy olyan szempont, hogy ha van olyan magyar vállalat, amelynek a piaci szerepléséhez a versenyszabályokat betartva hozzá tudunk járulni, akkor ez befolyásolja a döntést, akkor arra kell több forrást fordítani, és nem egy olyan alkalmazott kutatásra, amelyet majd Argentínában fognak értékesíteni, vagy hasznosítani. Világos, kicsit elmosódott volt ez a válasz, de akkor inkább... Akkor kérdezzen rám még egyszer, megpróbálok még egyszer neki rugaszkodni. Inkább megkérdezek valami mást. Nem tudom, hogy mennyire nézi a kritikákat, vagy szokta ezeket olvasni. Szoktam. Nem ezzel töltöm a napomat, bevallom. Ezért valószínűleg tisztában van azzal, hogy sokan felszokták vetni azt, hogy ön azért elég sokáig, amíg a hivatali idejeit kitöltötte, nagyon szépen együtt tudott dolgozni a kormánnyal, utána pedig most szembefordul az eddigi álláspontjával, vagy sokak szemében ez esetleg így tűnik, revidiálja esetleg az akkori gondolatait? Van olyan dolog, amit másképp csinálnék, hát mutasson már nekem egy embert, aki az életét éli 68 éves koráig, és nincs olyan dolog, amit másképp csinálna. De azért tisztázunk már valamit. Én 98 és 2002 között voltam benne a minisztérium apparátusban, államtitkárként, majd miniszterként.
abból az időből azt gondolom, hogy minden döntésem, ami az én döntésem volt, és a kormány döntéseivel is egyet tudok érteni. 2010-től én nem voltam a kormány tagja, nem voltam politikai döntéshozó. Azt, hogy én akadémiai elnökként mennyiszer mondtam el valamiről a politikai döntéshozóknak, hogy ezzel egyetértek, vagy nem értek egyet, ezt most mondhatom, amit akarok. Mások mondhatják ugyanazt, vagy megcáfolhatnak. Nem az az akadémia elnökének a feladata, hogy egy ilyen ellenkormányként, vagy nem tudom, a parlament bírálójaként föllépjen. Tehát nem gondolom, hogy nekem 2014-ig bármit föl kellett volna lépnem. Kivéve talán néhány esetben, amikor az eset bonyolultsága miatt a közvélemény számára úgy se lehet elmagyarázni azt, hogy sokan elmondják, hogy a Lukács archívummal én bármit tettem a Lukács archívum ellen. Könyörgöm, én voltam az az akadémiai elnök, amikor a Lukács archívumot ki akarták pakoltatni kvázi a jelenlegi helyéről, akkor én akadémiai elnökként hoztam meg és írtam alá a döntést, hogy a Lukács archívum helyéül szolgáló lakást, azt az akadémia évi 4 millió forintért béreli az önkormányzattól. Miről beszélünk? Természetesen van, akiknek beakad egy-két ilyen dolog. Hasonló a Filozófiai Intézet élére kineveztem egy igazgatót, aki akkor akadémiai doktori fokozattal rendelkezett, ezt az a úgynevezett Search Committee, keresőbizottság, az ő kinevezését javasolta, az akadémiai kutatóhelyek tanácsa az ő kinevezését javasolta, természetesen én írtam alá a kinevezését. Kiderült, hogy ő elismert filozófus, de nem biztos, hogy a legjobb igazgató. Na most ilyen van természetesen. Most mondjam azt, hogy másképp csináltam volna, nem tudom. Tehát az élet ilyen szempontból nem ad lehetőséget arra, hogy egy adott ponton hozott döntést, azt korrigáljon az ember. Mik azok a készségek, amik az eddigi kutatói, intézményvezetői, stb. Pozícióiból felkészítik önt arra, hogy a nagy politikába vágjon bele? Én azt gondolom, hogy egy politikai vezetőnek is szüksége van arra, hogy legyen egyfajta természetes vezetői képessége, egyfajta természetes tekintélye, és szüksége van arra, hogy legyen, hogy csapatjátékos tudjon lenni. Én úgy gondolom, hogy az én akadémiai elnöki működésem az megmutatta azt, hogy én tudok egyszerre vezető és csapatjátékos lenni. Azt gondolom, hogy a politikának nagyon nagy szüksége van arra, hogy legyenek olyan szereplők, akik egyszerre tudnak természetes vezetők és csapatjátékosok lenni. Ezt tudom mondani. Egyik dolognak. A másik, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy a vezetőknek elfogulatlanoknak kell lenni. Tehát a saját kutatási területe, a saját hobbija, a saját származási területe iránt nem lehet semmilyen elfogultsága. Ezt ki tudja iktatni tudatosan? Én azt gondolom, hogy én kiiktattam, tehát én a fizikát nem tehát én nem vetettem be a tekintélyemet, a lehetőségeimet, a lobby erőmet azért, hogy a fizika az több támogatást kapjon, mint a biológia. Én ezt tudom. Mondjuk természettudományok és bölcsészettudományok?
a bölcsészettudományok több támogatást kaptak az én akadémiai elnökségem alatt, mint korábban. Sőt, azt gondolom, hogyha ez egy másik beszélgetés témája, hogy az elkövetkezendő időszakban a társadalomtudományoknak, bölcsészettudományoknak nagyobb szerepet kell kapniuk, mint eddig kaptak, mert a előttünk álló nagy kérdések megválaszolása az nagyobb mértékben lesz társadalompolitikai kérdés, mint technikai, technológiai kérdés. A technológia rettenetesen előre szaladt. Olyan kérdéseket vet föl, amelyekre nincsenek társadalompolitikai válaszok. Ezek közül egyet hadd mondjak el itt. Nincs jó társadalompolitikai válasz, pontos társadalompolitikai válasz arra, hogy hogyan történjen a tőkejövedelemnek és a munkajövedelemnek a egyensúlyba hozása. Ha extrém példát mondok, ha minden a tőketulajdonoshoz, a robot tulajdonosához áramlik, akkor az emberek számára nem tudunk értelmes munkát biztosítani. És itt már a politikában mennénk bele, két nagyon fontos dolgot mindenképpen meg kell oldani, hogy az embereknek legyen értelmes munkája, és a megélhetéshez szükséges jövedelme. És itt az és az nagyon hangsúlyos, mert sem abban nem hiszek, az hogy... Az alapjövedelem felé próbálja terelni most el? Nem, éppen azt mondom, hogy az alapjövedelmet úgy, hogy alapjövedelmet adunk, és nem követ, nincs munkakényszer. Az, én azt hiszem, hogy hosszú távon nem járható. Még akkor is, ha most sokan ezt mondják, és az embereknek tetszik, az embereknek szükségük van a megélhetésükhöz jövedelemre, és szükség van a éppen maradásukhoz, a pszichikailag, lelkileg, szellemileg való éppen maradásukhoz az, hogy legyen értelmes munkájuk, értelmes tevékenységük. Ezt a kettőt együtt kell megoldani. Na de azért azt nagyon jól tudja, ha más nem a lendület programot, hogyha kiemeljük, az sem csak a pénzről szólt. Tehát, hogyha egyéb tényezők is megvannak, akkor az azért tud elegendő motivációt adni az embernek arra, hogy megkeresse ezt az értelmet a munkájában, nem? Én ezt egy kicsit konzervatívabban látom. Én azt gondolom, hogy az emberek egy jelentős részének igen, az emberek egy másik részének pedig, fogalmazok meg én finoman, segíteni kell ebben. Magyarul az emberek egy részét igenis rá kell vezetni, hogy dolgozni kell, és valami értelmes tevékenységet kell adni a számukra. Én sok emberrel dolgoztam együtt, PhD hallgatóktól professzorokig. Van, akinek meg kell mondani, hogy mit csináljon, van, akinek nem kell megmondani, hogy mit csináljon. Ebben én azt gondolom, hogy a nevezzük konzervatív gondolatnak, amit sokan leírnak, nevét, amit megemlítem, gondolom nem olyan nagy baj, Béndek Péter barátomnak is nevezhetem talán, nagyon világosan leírja ezt egy legutóbbi blogjában, hogy hogyan lehet, vagy ezt nem írja, hogy hogyan lehet, csak igényt, hogy kiegyensúlyozni azt a kérdést, hogy megfelelő jövedelmet és megfelelő munkát, megfelelő munkakényszert azok számára, nehogy valaki megcserélje itt a két szót, hogy akiben nincs meg a motiváció, abban megteremtsük a motivációt, és hát ez a motiváció megteremtése, ez sokféle, van, akinél elég fölmutatni, hogy motivált legyen, van, akinél ennél egy kicsit nagyobb kényszert kell alkalmazni. Motivációnál nagyon fontos sokkal korábban visszatekinteni, mondjuk az iskoláskorra. Volt ennek egy olyan kijelentése, amit Kálmán László nemrégiben közösségi média felületén közé is tett, vagy fel is tette ezt a kérdést, hogy mennyire tartja ön ezt továbbra is, hogy a gyerekeknek néha kell az a kényszer, hogy bemenjenek a suliba? Hát
kell, akinek van gyereke, az tudja, hogy van olyan, amikor a gyerek azt mondja, hogy most nem szeretne iskolába menni, akkor az ember meggyőzi arról, hogy szeretne, hogy iskolába kell menni, fiam vagy lányom. Tehát ez a kényszert nem úgy kell érteni, hogy valakinek a satuba fogják a kisujját, és addig szorítják, amíg azt nem mondja, hogy megyek iskolába. Érvekkel kell meggyőzni, de hát az érvek, azok nem valamiféle teljesen egyenlő felek közötti érvek, hanem ott bizony a adott esetben az ember ráparancsol a gyerekére, hogy kisfiam, értsd meg, iskolába kell menni. Azért, hát ez az egyik kötelező álláspont, hogy kisfiam, igen, értsd meg, a másik pedig, hogy úgy alakítjuk az iskolákat, hogy élvezze a gyerek, hogy ott lehet. Ez az, hogy minden gyerek, hogy ne legyen egyetlen gyerek se, aki nem akar reggel iskolába menni, ez nem reális. Tehát föltehetően Kálmán László professzor úr, akinek a munkásságát nagyra tartom, tisztelem, hallgatom a műsorait, élvezem, amikor a nyelvről beszél, mert az is azok közé tartozik, ami nagyon érdekel. Ebben föltehetően egyszerűen csak felfogásbeli különbség van közöttünk. Ha tetszik, akkor itt most megfogható a konzervatív és a liberális felfogás közötti különbség, hogy én azt gondolom, hogy az ember nem eredendően jó, hanem bizonyos esetekben rá kell vezetni arra, hogy legyen jó. A gyerekek időnként csinálnak olyan dolgokat, amire meg kell mondani nekik, hogy ez rossz. Nem mondhatjuk azt, hogy csinál csak nyugodtan tovább, kisfiam, vagy kislányom, hogy nehogy csak a fiúknak a rendetlenségeiről legyen itt szó. Tehát én azt gondolom, hogy van olyan eset, amikor kényszert kell alkalmazni. De könyörgöm, az állam is alkalmaz kényszert azokban az esetekben, amikor már nem tud másképp eljárni. Említette, hogy változik a világ hozzáállása, a több vezető politikusnak is a hozzáállása a tudományhoz. Hol lenne ön szerint kívánatos meghúzni ezeket a határokat? Mennyire kell mondjuk a kutatók szavára hallgatni, például a jelenlegi járványügyi helyzetben? A döntést a kormánynak kell meghoznia, de a kormánynak figyelembe kell vennie azt, amit a tudomány erről a járványról és a terjedéséről mondani tud. Nem veheti át a tudósok, nem vehetik át a politikai döntést a kormánytól, és a kormánynak sok mindent mérlegelnie kell. Azt, hogy pontosan hol van a határ, az mindig attól függ, hogy tudunk több embert megmenteni. Az egy nagyon nehéz kérdés, és ez jó lenne, ha senkinek nem kellene ilyen döntést hozni, de adott esetben kell olyan döntést hozni, hogy most akkor teljesen leállítjuk a gazdaságot, és azért fognak meghalni emberek, mert teljesen leállt minden. Most nem csak arra gondolok, hogy majd most kevesebb autót gyártunk, hanem ha olyan fennakadások jönnek létre a gazdaságban, akkor azért is meghalhatnak emberek, mert nem jut nekik elég gyógyszer az egyéb betegségeik kezelésére, vagy bármi másokból. Tehát a kormánynak, egy jó kormánynak azt kell néznie, hogy hogyan tudja legjobban kiegyensúlyozni azt, hogy a legtöbb ember életben maradjon, és ne kerüljön olyan helyzetbe, amiből később nagyon nehezen tud kijönni. Most ez persze megint egy kicsit ilyen puha válasz, de ezekre nincsenek matematikai pontosságú válaszok, hogy mikor kell valamit lezárni teljesen, és úgy tartani néhány hétig, hogy ne terjedjen, vagy kevésbé terjedjen a járvány, és mikor kell valamennyire lazítani azon, hogy a gazdaság működőképes maradjon. De ebben mind a
járvány tekintetében, mind a gazdaság tekintetében meg kell kérdezni a szakembereket, és hát a döntés az a döntés lehetősége és politikai felelőssége is az a mindenkori kormányé. Ezt a felelősséget nem tudja levenni a válláról a kormánynak a tudomány se, és a mondjuk azt, hogy a közélet hangadói sem. Egy dolgot szeretnék, ha nagyon-nagyon röviden megfogalmazna Pálinkás miniszterelnök úrnak a kormánya, hogyan fog majd hozzáállni a tudományhoz, és illetve az oktatáshoz, mik lesznek a fő szempontok? A fő szempont az lesz, hogy az intézményeknek a autonómiáját megteremtsük, tehát úgy működjenek a magyarországi kutatási intézmények, ahogy az Európában, Nyugat-Európában működik, és azt mindenképpen mondhatom, hogy az én politikai krédom az, hogy az emberekbe kell befektetni, nem pedig a piramisokat kell építeni, mert a piramisokhoz ugye megőrzik a fáraónak a nevét, és még évezredek múlva is emlegetik, de azt, hogy egy ország felemelkedik-e, az viszont az emberekbe történő befektetés, és ez az oktatásba történő nagyon jelentős befektetés, és természetesen a kutatásba történő jelentős és okos befektetés. Tehát én például azzal nem értek egyet, amikor hirtelen valaki fölébred, vagy valakire ráijesztenek, és akkor azt mondja, hogy oké, akkor legyen kétszeres a támogatás jövőre. Nem, ez nem működik, mert kétszer annyit nem tud felhasználni. Legyen jövőre több 20%-kal, aztán utána megint 20%, aztán utána megint 20%. A rendszer csak így tud alkalmazkodni a megnövekedett forrásokhoz, így tudja felhasználni okosan a meglévő forrásokon. Hát sok sikert kívánok akkor önnek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Köszönjük a figyelmeteket, ha hallgatnátok még hasonló beszélgetéseket, ne felejtsetek el feliratkozni a Kubit csatornájára. Sziasztok!